szlovénok elleni 4 közéjutásért zajló mérkőzésen kirobbanó erőben voltál. 7-re, 6-ra és 5-re vertett Kolbőt, végül mondjuk 3-1-re, de úgy láttuk, hogy te fogod a hátadon vinni a csapatot. Mennyire érezted magad formában, hiszen azért csak túl vagyunk egy teljes pénteki napon, és azért ma elég korán kellett kezdened. Hát igen, ott még elég jól ment a játék, ahhoz képest, hogy reggeli meccs volt. Általában délután szoktunk belemelegedni. És hát én is úgy reméltem, hogy majd a németek ellen is tudok egy meccset nyerni, esetleg kettőt, ha sor kerül a második meccsre. Még visszatérve a szlovénok elleni meccsre, amikor eljött a páros, akkor gondoltátok-e, hogy van-e bennetek annyi erő, hogy a németeket is le tudjátok majd győzni? Hát igen, ott nagyon jól játszott mindenki a csapatból, Nándi is jól játszott, és bíztunk benne, hogy a németeket le tudjuk győzni, és a döntőben is reménykedtünk. A döntőbe jutásért nem te játszottad az első találkozót. Milyen érzés úgy felmenni, hogy 1-0-ra már megy az ellenfél, és ugye rajtad van a teher, hogy mindenképpen szépíteni kéne, bár még ugye a páros is szépíthet, de hát azért mégiscsak nehéz pszichikailag. Hát igen, sokkal nehezebb úgy játszani, hogy hátrányban van a csapat, de megpróbáltunk mindent párosba, de hát sajnos nem sikerült. Elvesztetted azt a meccset, és utána mindenféle pihenő nélkül kellett azonnal játszani a párost. Az ember ilyenkor egy vesztett meccs után, sorsdöntő mérkőzés előtt, hogy tud abban a néhány pillanatban regenerálódni, illetve mennyit tud segíteni Szili György edző? Hát az edző az nagyon sokat segített nekem is, de teljesen azért nem sikerült pszichésen helyre tenni a fejemet. És most mennyire vagy elégedett ezzel a bronzéremmel? Nem vagyok szomorú, de szeretnénk volna megnyerni hazai pályázást.